Nos akkor. Ötödik könyv következik, ugyebár... Ami... A leghosszabb út a technika tudományához vezet. A kanyargós ösvény, amelyhez meg kell találnod a térképét. Olvasd az írást, amelyet maga dobó őriz, és keresd az... a sárga falon. Jaj, ezt tudom, melyik ez, ami a minaretnél van. A papipincék egyik lejárata jelölve van. Egyetlen a kapu, és ugyanez a kijárat is. Ott lemerészkedhetsz a föld alá, hogy meglehet a déli csillagot. Hú, igen, ez egy eléggé kacifántos puzzle, és meg kell nézni a Camera Obscurát. Mert hogy meg kell néznünk bizonyos helyszíneket, hogy ott van-e a kedves ügynökünk-e vagy sem. Szokásost, ahogyan csináltuk. Nekünk most összesen hány helyszín is kell, tehát dobó őrzi az egyiket, amit leír az a dobótér kell nekünk. De a dobótérhez eljutni, az meg a Francesco kávézó van. Igen, tehát megyünk a dobótérre. Megyünk egyszer a minarethez is, és a Turinform is kell nekünk. Ja, meg utána a városháza is. Oké, várjál csak. Mindjárt nézzük még itt a szenátor, az nem kell, törökfüldőnök kell. Turinform, please! Mutasd a bölcsességedet, ó, minden tudó asztal, ki kivetíti nekünk a dolgokat. Nagyon jó. És akkor még egy városházát is kérünk szépen. Így. Mondjuk nem arra lennék kíváncsi, hogy hol nincsen, hanem hogy hol van. Mert nem láttuk már egy ideje. Jó. Ja, a minaretet nem néztem meg. Bro, mit csinálok? Itt van. Az is köl nekünk. Van a sárga fal. Na, tiszta, jó van, nagyszerű. Nem tudom tényleg, hogyan működik ez az RNG, de felőlem. Na, azt csinál, amit akar. No. Ez az ötödik könyv, ez egészen érdekes helyen van, mint maga a szerzőnek a neve. Mert hogy ez sem teljesen egyértelmű először, hogy hol és mit kell keresni. De előbb kezdjük a térképpel akkor. Legyen előbb a térkép. Oké, ez nem, ez ki és jövünk innen, mert itt láttunk már mindent. Tehát, az egyetlen problémám ezzel a puzzle-lel az, hogy nem mondja meg, hogy a térkép az hogyan működik. Tehát a térképnek van kettő darabja, amit mind a kettőt így érdemes lefotózni, vagy akármit csinálni velem. És akkor megkapod a kettő térkép részletből az egészet. Ha jól emlékszek, valahol itt kell lennie. Nem ez az, hol van az a tábla. Nem, dobó őrzi. Itt van valahol. Nem itten. Valahol itt egy tábla. Ez az, itt van. Ez kell ide. Ja, ez az egyik része. Az egésznek. És kell nekünk még egy másik része az egésznek, ami itt van a minaretnél. Ugye nem tudom, hogy ezt, amikor itt voltunk először a minaretnél, akkor megmutattam, hogy van itt ez a sárga falon, ez a vízállásos dolog. Nyilván nem a vízálláshoz van köze. Kusza vonalak. Mégis valami rendet lehet észrevenni közöttük. Yes. Határozottan. Na. Hát akkor nem is kell lefotózni, mert el is felejtettem, hogy ezeket így megkapjuk.
Úgyhogy ja, kaptuk ezt a kettő dolgot, és nem is tudnánk összekalapálni a kettőt sehogy se, úgyhogy nagyon frankó. És akkor ezt a kettőt kéne értelmezni, hogy hogyan működik. Igen, tehát az a lényeg, hogy egyetlen egy bejárata és kijárata van a labirintusnak. Ilyen kérdéses az, hogy hol kezdődik, hogy hogyan kell ezt forgatni ahhoz, hogy megleld azt az egy bejáratot, ami a kijárat is. Na jó. De ami érdekes, az ez. Ez pokolian vicces majd, de elmondom, hogy hogyan működik, mert tényleg van valami rend ezeknél. De... Mégis valami rendet lehet észrevenni közöttük. Igen, van egy ilyen... Jonathan, komolyan? Oké. Ezt nem tudtam, hogy ezt lehet így... multifikálni. Az úgy érdekes, frankó, nagyszerű. Jó van. Nem, igazából ez lényegtelen, de ez vicces volt. Nem tudtam, hogy ez így önismétli magát. Na mindegy. Még mindjárt elmagyarázom, hogy hogyan működik az a térkép. Először szerezzük meg a kulcsot. Hello, Évi. Szia, Jonathan. Miben segíthetek? Gondoltam, hát ha tudod, hogy mit jelenthet az, ha valaki egy régi írásban a papi pincékre utal? Nem olyan egyszerű ez. Tudod, az Egri Egyházmegye éppen tavaly volt 1000 éves, tehát sok száz éven át sok egyházi főméltóság, püspök és érsek megfordult és lakott itt. Pincéje pedig szinte mindenkinek van. És hol volt az egyházfők, a püspökök székhelye? Régen a várban, azaz a vár területén, mert tulajdonképpen a várat is az egykori székes egyház védelmére építették. Később azonban ez a szerepkör megváltozott. A törökök támadásakor a vár már elsősorban vár volt. És mi lett a papokkal? Volt ott pincéjük? Akkoriban a püspöki pincék a vár területén voltak, a székes egyház alatt. De a törökök közelettére a főpapok elmenekültek, és miután 100 év száműzetés után visszatértek, már nem mentek vissza a várba. Akkor lehet, hogy a bazilika alatt keresendők a papi pincék? Úgy is mondhatjuk. Azt mondják, az érseki pincerendszer szinte az egész belváros alatt elhúzódik. Egy hatalmas labirintus az egész, amit talán még nem is sikerült teljesen feltérképezni. Ez az. Ez kell nekem. Mondd, Évi, be lehet oda jutni? Hát nem igen, de nem sokára igen. Ugyanis a város elhatározta, hogy rövid időn belül Város a város alatt címmel egy nagy-nagy állandó kiállítást épít a pincékben. És ez meg is történt. Ez megtörtént. De a munkálatok még nem kezdődtek el. Ez nem jó. Mindenképpen be kellene mennem a bal labirintusba. Nincs semmi ötleted? Kinek a tulajdonában van? A város tulajdonában. Azt hiszem, az önkormányzat kezelésében van. A városházán kellene kérvényezni. Várj csak. Tudod mit? Beszélek a Gézával. Gézával? Ismerem? Igen, ismered. Darázs Géza. Találkoztál vele? Te ismered Darázs Gézát a városházáról? 3 éve. Géza a férjem. Évi, neked van férjed? Igen, van, de... Igen, van... Oda is szólok neki, menj a városházára, beszélj vele. Na, menj. Igazán, nagyon, nagyon kedves vagy. Köszönöm. Nagyon, nagyon furcsa volt ennek a beszélgetésnek ez a része, hogy a férjéről beszélt. Nem úgy nézett ki, minthogyha nagyon örült volna annak, hogy a Géza a férje, illetve az sem, hogy így ez a Jonathan is egy kicsikét ilyen meglepődött ezen, tehát... Mondjuk igen, az Évi az eléggé furcsán viselkedett így a környezetünkben, tehát látszódott az, hogy mint hogyha akarna tőlünk valamit, de aztán így... tetszene kérteni. Furcsa, mindesetre nagyon furcsa. Na hát, Évi és Darázs Géza. Sosem gondoltam volna. Én meg azt nem gondoltam volna, hogy... na mindegy. Szép jó napot. Én is meghajolok. Handúr? Jó napot. A feleségem telefonált, hogy leszeretne menni az érseki pincékbe.
Igen, borzasztóan fontos lenne, hogy... Nézze, a pincék jelenleg nem látogathatók, de tervben van, hogy hamarosan egy kiállítást nyitunk. Darázs úr, csak egy fél óráról, esetleg egy óráról lenne szó. Csak körülnézni. Nézze, kimondottan veszélyes is. Se világítás, se fűtés, nagyon hideg van odalent. Ezt megoldom, Darázs úr. Tudok vigyázni magamra. Engem felnégyelnek odafent, ha ez kiderül. Nem, nem kiderül, megígérem. Nem kiderül. Jó. Itt a kulcs, de nem tőlem kapta. Mi lesz ebből? Ja, és vigyen magával lámpát, feltétlenül. Anélkül semmit nem fog látni. Nehogy valami bajt csináljon, vagy eltévedjen, az ott egy kész labirintus. Rendben, vigyázok. Nagyon köszönöm, Darázs úr. Ne nekem köszönje. Évi hosszabban főzőcskézett, mint maga. Ért hozzá a nyavajás. Problémák lesznek még ebben az házasságban, Darázs úr. Aegonnal sok szerencsét. Na. Szóval megvan a kulcsunk, megvan a helyszínünk, megvan szinte mindenünk, és ide kell följutni. Ja, ide nem lehet fizikailag eljutni, hanem csak a térképen keresztül. Ott lesz-e a figuránk, az más kérdés. Ott a figuránk? Nincs ott a figura. Jó van. Oh boy. Na szóval a térképeket úgy érdemes értelmezni, hogy találd ki. Találd ki, hogy hogyan működik. És őszintén szólva, én eleinte egy kicsikét csaltam ebben az egész dologban, mert... borzasztó ez a puzzle is. Tehát így magadtól kitalálni, úgy borzalmas. Úgyhogy föl kellett mennem az internetre, és megnézni, hogy hogyan működik ez. És ember a talpának erre rájött magától, mert tényleg... Remélem, jól értelmeztem az útirányt jelző utasításokat. Ha tévednék, akkor nagy baj is lehet. Hiszen Darázs Gézán kívül senki sem tudja, hogy itt vagyok. Bezanyám, igen, ez egy kurva nagy probléma, hogy kedves Hantúr. Viszont azért vagyok itt, hogy, hogy itt megcsináljuk a dolgokat. Tehát, nekünk van egy kiáratunk, ami egyben a bejárat, és azon jöttünk be. Nos, régen azt hittem, hogy, hogy így, tehát ezek itt falak, amiket így vonallal jelöl a cucc. Aztán kiderült, hogy nem. A vonalak az az útvonal, az az utunk. Tehát, hogyha elindulunk, mit tudom, tehát az itt ennél a kérdés, hogy hol a bejárat és hol a kijárat, mert ugye van azért néhány keszekusza vonal itt. Most elszpoilerezem előre, hogy, hogy nekünk itt van a bejáratunk. Ezt igazából hosszasan kéne kitárgyalni, hogy hogyan jöhetett rá az emberünk, aki kitalálta ezt a puzzle-t. És a másik részen, ez pedig a névhez vezet, az, tehát nem a vízálláshoz, nem tudom, hogy mennyi közön a vízálláshoz, viszont minden esetre itt háromfajta karaktert lehet észrevenni. Van itt egy X-ünk, még egy X-ünk, van itt egy ilyen kacsacsőrünk, egy X-ünk, egy kacsacsőrünk, és még egy másik kacsacsőrünk. Tehát itt az X, az egyenes utat jelzi. Ez a kacsacsőrünk, ez a jobb irányt, és a másik kacsacsőr, az meg a bal irányt. Yes, igen. És akkor ezeket kell így összekombinálni, hogy ezeket az útvonalakat, tehát így megy így szépen sorjában, így süty, 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 és összepakolni ezzel itt. És hogy innen indulunk, előre megyünk egy egységet, kettő egységet, aztán fordulunk egyet jobbra, megyünk egy egységet, kettő egységet, ugye kettő egyenes volt ott. Tehát egyenes, egyenes, egy jobbos, akkor egy egyenes. Jó, mindegy, próbáljuk ki, induljunk el. Tehát megyünk előre egy egyenset, és akkor itt erre még csak falak vannak, még egy egyenset, és már falba is ütköztünk, és akkor tudunk kettő irányba indulni. Hú, igen, jó lenne nem sokat tökölni ezen, úgyhogy szerintem fölgyorsítom a procedúrát innentől. Igen, mert hogyha elveszted a fonalat, akkor marha egy gázba leszünk. Tehát akkor itt kell menni egy jobbost, ugyebár. És akkor még egy egyeneset, és akkor itt falba is ütközünk. És akkor így eddig egészen korrektül megyünk is.
Nekünk úgy, ahogy erre, ebbe az irányba kell menni, erre. Tehát így végig ezen az egész szalon így végig, úgyhogy nem ütközünk falakba. Yes. Egy egyenes, ez egy jobbos. És akkor mindig az, itt kell egy balos. Yes. Igen, van egy jobbosunk, egy balosunk, van itt még egy balosunk. És utána meg egy jobbosunk. És hát igen, ez így már működik a térkép, csak aki rájön erre, az azért nem semmi. Not gonna lie. Yes. Na már most elvesztettem, hogy hol picsába vagyunk. Ah, itt fal van, akkor jó. Akkor mi most itt vagyunk. Itt fal van megint, igen, erre nincsen semmi, akkor itt vagyunk jelenleg. Akkor most kell előre menni, kettőt egyenesen elméletileg. Oké, eddig jó úton haladok. Yes, határozottan. Oké, itt erre nincsen semmi, akkor ebbe az irányba mondjuk, és megint kettőt tudnánk menni előre, és hogyha itt megyünk, akkor itt falba fogunk ütközni, akkor más dialógus mutat? Zsák utca. Igen. Vagy nem értettem jól az útirányra vonatkozó utasításokat, vagy egyszerűen tévedtem valahol. Akkor most vagyunk itt. Jelen pillanatban. Jó, még egyet előre. Na igen, amúgy visszatérve, ebbe a pincébe én már jártam. Mármint élőben, mikor elmentünk Egerbe, akkor full működőképes volt már. Tehát megcsinálták az egész labirintust, és végig lehetett menni rajta. És hát nem végig lehetett menni rajta, ki volt világítva, meg minden meg volt ott csinálva. De akkor itt full egyensen kell, itt nem is kell nézni semmit, ugyebár. Ja, full egyenes. Akkor megyünk egészen addig, amíg nem tudunk balra menni. És amúgy nagyon érdekes a maga pincerendszer, tényleg rohadt sötét, és nagyon sokáig problémáztak is, hogy azt hitték, hogy itt vagyunk most, ja? Nagyon sokáig Eddig minden rendben, nem tértem le a helyes útról. Sokáig problémáztak, hogy ez a pincerendszer annyira hülyén van megcsinálva a város alatt, hogy sokáig azon gondolkodtak, hogy össze fog omlani, tehát hogy így beomlik az egész, és akkor magával rántja a felszínt, hogy annyira össze-vissza keszekuszán van megcsinálva ez a város alatt. Most vagyunk... Hol vagyunk most? Ja, jó, most vagyunk itt. Jó van. Oké, akkor hogy full egyensen megyünk. Itt full egyensen kell menni. Lehet majd menni egyet. Jó, arra nem megyünk. Ez az. Nem kell. Már nem lehet sok hátra. Bizony nem. Úgy is meg lehet csinálni ezt a puzzle-t, hogy össze-vissza rohangálsz jobbra-balra, csak ugye, hogyha elindulsz már eleve balra, akkor nagyon sokat fogsz itt szívni, sok zsákutcába fogsz itt jutni. Tehát itt a ballos az úgy tabu. A jobbos az már egy fokkal emberesebb. Majd ebbe az irányba kell eljutni. Na. Oké. Ez kell ide. Oké. Minden igaz, akkor vagyunk most. Nem. Most? Igen. Most vagyunk itt. Most már tényleg nem kell sok hátra. Ide full egyenesen. Ja. És... Én azért nem nézem ezt a térképnek ezt a részét, mert van nekem már le van rajzolva nekem itt egy térkép, hogy hogyan kell ezt csinálni. És akkor itt tudnénk nyomni egy ilyet, de azon nem megyünk, mert az nem kell lennie valahol. Bezonyám, itt vagyunk jelenleg, és ez az, ami kell. De az a helyzet, hogy így is úgyis sok zsák utcába kell menni, mert hogy ugye itt nem kifejezetten egyértelmű még a térkép szerint se, hogy mikor mennyit kell lépni előre. Szóval mindegy. Ez itt a vége. És automatikusan ki fog jönni magától, tehát csak el kell jutni a végére, aztán vissza már nem kell fáradni, szerencsére. De jó, akkor még lehetett ezzel promózni, hogy amúgy
Ez már az a pince, ez már látogatható és működőképes. Na, menj már előre. És ez csak így a labirintusnak a végében. Pontosabban csak az egyik végében. Tábla egy névvel. Beszólni. Kinek kell beszólni? És ismét a kijáratnál. Megvan, amit kerestem. Ideje elhagyni ezt a szörnyen nyomasztó pince labirintust. De miért abba az irányba fordulsz, ahol éppen megindulni kell? Ha, jó, tehát beszólni. Valaki valakinek be akar szólni. Megvan az ötödik. Tök jó, nem? Szóval mindesetre tényleg ember a talpán, aki ezeken a puzzle-kön kiigazodik és meg tudta csinálni rögvest, mert nem egyértelmű sajnos. Nincsenek valami jól megcsinálva. És mikor igazából, amikor újra és újra végigjátszom ezt a játékot, akkor ezeket a neveket így instant beírom ide, mert szerencsére tudom, és nem akarok ezekkel a dolgokkal vacakolni. Jöjjön, csak jöjjön! Haladta a nyomozással? Mondhatni. Tudnék mondani önnek egy nevet. Minden bizonnyal az egyik könyv szerzője. Rendben, betűzze, kérem, beírom ide a keresőbe. Úgyhogy érezzétek magatokat megtisztelve, hogy miattatok, csak a végigjátszás miatt csinálom végig ezeket a puzzle-öket újra. Na akkor. B, E, S, S, O, N, I. Beszóni, beszóni, ismerős ez nekem. Ahogy nem. Így van, megtaláltuk. Jó régi könyv, a 16. századból származik, és mindenféle korabeli technikai leírásokat tartalmaz. Nos, remélem ez az, amit keres. Mindjárt előkerestetem. Ilonka, Bessoni, 16. századi technika történeti, páncél, GH, 1908-as kódszám alatt. Mostanra kellene, köszönöm. Egy perc, és Ilonka bekészíti önnek az olvasóba. Nagyon jó. Az utcsó könyvet is zsákoljuk be. Nos, pontosabban csak a tartalmát. Az amúgy meglopásnak számít, hogyha a könyvből szedünk ki valamit? Ja, hát persze, hogy meglopásnak számít. Hülye a kérdés. Ilonka egy angyal gyorsaságával teljesíti a könyvtáros kívánságait. Már itt is az ötödik könyv. Yes, tudnám, hogy hol van ez a kedves Ilonka. Szívesen megköszönném neki. No. Úgy van. Megvan. Megvan mind az öt. Már csak rá kell jönnöm, mit is kezdek velük. Á, igen, ez eddig pofon egyszerű. Na, ezt figyeljétek. No shit, Sherlock. Azokkal nem tudok most mit kezdeni, azok maradnak ott. Meg kell fogni a deltoidokat, és... Lásd csodát! A csillag és csúcsai. Csodálkoznék, ha nem valami speciális rendező elv szerint kellene elhelyeznem ezeket a színes lapokat. Bizonyám, kaptok tippet, hogy milyen rendszer szerint kell ezeket elhelyezni. Ezt spoilerezem. Az óra. Az óra az, ami nekünk kell. Így. Igen, ez lesz 3, a jó 5, megoldás. 7, a római 9, számok ez esetben az óra számlapjára utalnak. És most... Milyen új tudás birtokába jutottam? Ez egy rendkívül jó kérdés. A megoldás viszont az, hogy talált ki. Mert hogy a játék, az nem fog neked segíteni elmondani, hogy hol kell és mit keresni. Úgyhogy... Azt ja. Hiszem megvan. Megvan mind az öt könyv. Öt könyv? Összesen öt könyvet keresett? Miért is? Miért pont öt? Öt könyvet emleget Gárdonyi. Aha, bizonyára a titkos írással írt szövegben, ugye? Igen, tényleg ott. Hely, nagy kópé maga.
De bevallom, nagyon szimpatikus. Szívem szerint most rávenném, hogy mesélj el, miben mesterkedik, csak az a baj, hogy bennem kell, vár a feleségem. Elutazunk néhány napra, de jövő héten megint itt leszek. Megteszi, hogy elmondja legközelebb? Egész biztos vagyok benne, hogy egyszer megtudja, és akkor összeáll a kép. Rendben. Viszlát, örülök, hogy megismerkedtünk. Jó pihenés, jó ember, rászolgáltál, sokat segítettél ezzel a gárdonyis dologgal. Na de jó. Ja, tényleg egy üzenet. Nyomasd. Jonathan, a gyűrűt betettem egy dobozba, és leadtam a szenátorban a portán. Valahogy túl nagy vele a felelősség, meg nem is tudom, olyan furcsán és gyorsan jött ez az egész. Majd jelentkezz, Juli. Ó, jaj, ti nők. Hát, yes. Ezért már ilyen női dolgok, kedves Jonathan, uram. Igen, a kérdés az, hogy mi legyen most. Menjünk el a szenátorba elsősorban. Na akkor nézzük meg gyorsan azt a gyűrűt. Hunter? Nem látok, nem hallok, nem beszélek. De kérem, vigyázzon magára. És szállodánk jó hírére. Ne aggódj csak. Nem lesz semmi baj. Várjunk csak. Ezt nem mondta már egyszer? Vagy azóta nem is voltunk a szenátorban? Hogy ezt akkor mondja, miután a gangster az megtámadott minket. Tehát az ügynök az lenyomatta nekünk a Shoulder Clubot, és aztán ide visszajövünk valahogy, és aztán beszélünk vele, és aztán nyomatja ezt a szöveget. Bár mondjuk egyszer nem kaptunk tőle pofont, azt hiszem, vagy kaptunk már tőle, azt sem, annál látjátok, ennyi. Hunter, itt volt a hölgy. Tudja, a tegnapi, és egy dobozt adott át nekem. Engedelmével felvittük a szobájába. A szobába? Igen, és rendet raktunk. Szörnyű felfordulás volt. Kénytelen vagyok megjegyezni, Hunter, hogy a felhasított párnákat és más tönkretett berendezési tárgyakat hozzá kell írnunk a szobaszámlához. Ó, az a gangster! Ha, persze, persze, és ne haragudjon István, nem fordul elő többet. Ebben teljesen biztos lehet. Nagyon remélem, Hunter, nem ilyennek ismertük meg. Még egyszer elnézést kérek. De ugye Julinak, a hölgynek nem említette a dolgot? Nem, nem említettem, bár bevallom, a nyelvemen volt, hiszen ő hagyta el legutoljára a szobát. De annyira sokan voltak éppen, és csak a kezembe nyomta a dobozt, akkor ugye nem baj, hogy felvittük a szobájába, Hunter. Nem, azt hiszem, hogy most már egyáltalán nem baj, István. Köszönöm. Úgy megőrzi a hideg vérét az ember. Ugye nem gond, hogy felvittük a szobájába, nem az, hogy bazd meg, mit csináltál a szobával. Hát nyilván nem mit csináltuk, mivel senki nem volt a szobában. De az is érdekes, hogy azt se vették észre, hogy valaki följött, úgyhogy nem, tehát nem kommunikált a portásra. De hogyha mondjuk sokan voltak, akkor lehet, hogy első is szóltak, tudja a franc. Na mindegy, szóval csinált egy kis felfordulást, akármit is csinált, az off-screenen történt, mert nem itt minden olyan, mint régen volt. Na, és akkor itt van lepakolva gyűrű szépen. Hát itt van. Már csak a kombináció hiányzik. De meg lesz. Érzem, hogy meg lesz. Mikor a magyar végigjátszást olvastam, akkor, tehát a hivatalos végigjátszás, mert hogy volt ilyen, amíg élt a honlap, akkor volt egy olyan megjegyzés, hogy ne nyomkodjuk fölöslegesen a gombokat. Na mindegy, a csillag maga, ugye, ez a csillag, amit megkaptunk, ez igazából a számok és a színek miatt fontos, és ezek a kulcsok az, hogy itt meg legyen fejtve a kombináció. Most itt ezt lehet nyomogatni jobbra-balra akármelyiket. Fordul szépen lassan a félhold, és hogyha nem jó kombinációt adtunk meg... Ez így nem az igazi. Akkor nem igen. Érdemes teljesen vaktában próbálkoznom. A megfejtés esélye így egy a... Na, zor nagyon kicsi. Igen, körülbelül. De akkor így felmerül a kérdés, hogy... Ugye Jonathan mondta, hogy milyen új tudás birtokába jutottunk ezzel, és hát ez a... Talált ki, haver? Mert hogy
nem kapunk semmiféle indikátort, hogy hol kell keresni, mit kell keresni. De szerencsére van egy olyan jó dolog, hogy internet és mások már megtalálták, bla 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 bla, úgyhogy tök jó. Megmutatom, hogy hol van, hogy mit kell keresni, amire nem vezet rá a játék, hogy ott kell keresni, de értjük a célzást. Jó öreg, Miskának a házához kell menni elsősorban. Van nála egy dokumentum, amiben benne van az, hogy Gárdonyi hol járt az ország területén akkoriban. És hogy milyen sorrendben, igazából a sorrend a lényeg. Tudnám, melyik az. Ez... nem ez, ez Samuel Hunt. Ez... szerintem ez se az. Ez Gárdony. Ez az. Ez lesz az. Igen. Nem itt, nem itt. Ez lesz az. Kecskemét, Szeged, Szabadka, Makó, Békés Csaba, Nagyvára, Debrecen, Miskolc, Losonc, Gyöngyös, Jászberény, Nyíregyháza. Ezt ha jól számolom, 4, 6, 8, 10, 12 darab város. És nekünk a gyűrűn 12 számjegyű kombinációhoz szükségeltetik. Na igen. Ezeket érdemes leírni, ezeket a városokat. És ahova nekünk kelleni fog ez, az nem más, a Gárdonyi házban kell keresni azt a megfejtést. Ugye nem kapok pofont. Nem kérek pofont. Nem néztem meg a kamera obszkúrát. Mekkora az esélye, hogy kapni fogok én itt egy pofont? Semennyi. Nagyon jó. Vagyis hát, szóval nagyon kicsi. Halleluja. Pofonmentes végigjátszás. Nem, de vagy... szia. Megoldottam, megfejtettem az egészet, amit kaptam tőled. Iza néni egy tündér, de most nem hiszem, hogy segíthet nekem. Nem, ő is nem is kell most, hogy segítsem. No, és itt van a megoldás. Van itt ez a szép kis térkép. Eléggé kísértetésen hasonló színekkel ábrázolván, mint ami itt van a kis csillagunkon. És hát akkor innen az lenne a feladat, hogy azokat a városokat, amikben Gárdonyi járt, azokat megkeresni a térképen, és azokat a színeket kiszedálni. Tehát mi volt az első? Kecskemét, azt hiszem. Várjál, nem látok tőled. Yes. Mondjuk érdekes, hogy ez a régi Magyarország. Jó, jó kis hely. Szegény erdélyek. Mindegy, szóval mindegyik térképrészletet így meg lehet így csodálni. És megkeresni azokat a városokat, amikben éppen az adott szín van. De ezt őszintén szóval én most nem szeretném megcsinálni, mert hogy már marha fáradt vagyok hozzá. Nekem már megvan a színkombinációm leírva nekem, meg az, hogy mi maga a gyűrűhöz való kombináció is. Tehát igazából ezekből lehet összekirakózni, hogy mi a kombináció. Hála a jó égnek. De én most nekem nincsen sok kedvem tökölni velem, mert hogy marhára fáradt vagyok hozzá. Tehát a városokból kapod a színeket, színekből kapod a számokat, és a számokból pedig hát a csillagoknak az állása, ami fontos. Tehát aki leírja és megcsinálja annak egészségére, de én ezeket most szépen beírom azt, ami kell. Tehát nekünk kelleni fog, hogy van ez? Tehát 3, 5, 7, 9 és 12. Jó, nekünk van először is egy ötösünk, egy hármasunk, egy 12-esünk, egy 9-esünk, ugye? Igen. Még egy 12-esünk, még egy
3-as, egy 5-ös, két 7-es, egy 12-es, egy 7-es, és egy 9-es. És amúgy ez az outroban is benne van, hogyha minden igaz, úgy csináltam meg az outrót, hogy ezt a kombinációt, ezt lehet látni folyamatosan, tehát egy kis easter egg. Hey, valami történt. Lehet, hogy a hold elindult lassan visszafelé. És most mi lesz? Nem adhatom itt a világot csak így. Juli, legalább Julit még. Pánik, pánik. Megyünk át az időn, az időkapun. Szia. Már vártam. Szia, Juli. Csak azt akartam mondani, hogy szeretlek. Én is nagyon. Egyen meg, de cuki. Szeretnék még bepótolni azt a rendezvút a városfalnál. Na hát, mi ütött beléd? Nézd, most nagyon kevés idő van, de mondjuk egy másfél óra múlva. Jó, csak nagyon rossz a vétel. Városfalnál? Ott találkozunk? Tudod, hol? Tóri Sándor utca és a Városfal utca sarkán, jó? Rosszul hallak, de ott leszek, megtalálok. Mi van veled? Hol ez amúgy egész ijesztő. Nem csinálta semmi hülyeséget. Megvan a kombináció. Én... Halló! Megvan a kombináció, ez nagyszerű, majd elmesélem, jó? Halló, nem hallom. Vagy mi? Halló? Bum.